falszigetelésekre már többször volt szó, olyanról is, amikor egy utólagos falszigetelés készül. Tehát van egy meglévő alaptestünk, falazó elemekkel, bármiféle falazó elem is legyen ez, belső padlóvonallal, és itt utólag szigetelést készítünk. Ugye erre tipikus megoldás volt a korábban már sokszor bemutatott fal injektálás, amikor ez a zóna injektálásra kerül, kívül valamilyen lábazat készítünk, és belül pedig egy új padló szigetelést készítünk. Azt azonban kevesen tudják, hogy ennek a szerkezetnek még az az egy problémája van, hogy leszigeteltük ugyan, tehát még egyszer megmutatva a szigetelési helyeket, tehát szigetelési zóna, szigetelőlem ez kívül, kívül és belül, ugye ez a Külső oldal, ez a belső oldal. Tehát mindent megoldottunk. Egyetlen problémát hagytunk meg magunknak, hogy ez egy vizes, nedves fal volt korábban. Tehát ez a nedvesség, ez nem tűnik el egyik pillanatról a másikra, tehát ez ki akar onnan jönni, ki akar párolódni valamilyen irányban. Tehát ha ezt nem tesszük lehetővé, akkor problémát fog okozni. Tehát itt kívül például fagykárokat fog okozni, belül pedig penészedést, elszínéződést, leválást. Tehát ha ezt nem oldjuk meg, akkor probléma lehet. Hogy tudjuk ezt megoldani? Úgy tudjuk megoldani, hogy lehetővé tesszük a száradást, a lélegzést. Tehát az itteni nedvesség tudjon kifelé vagy befelé kijutni a szabad levegőre, és ott el tud szállítódni szellőztetés során, vagy a kültérbe, hát kijutott a szabad térból, megoldódott a sorsa. De mi szokott történni? Jellemzően a külső falainkon hőszigetelés szokott készülni, valamiféle vakolattal, alatt a hálózással most ez a műanyag hab, ha belegondolunk, egy műanyag hab, ez egy nejlon zacskó, most idézőjelesen mondva, tehát ez nem fogja lehetővé tenni a párát, pára kijutását, a falszáradás nem teszi lehetővé, tehát ez a nedvesség valahol megrehekked, és valamit nedvesíteni fog, például a hőszigetelést. Tehát itt nagyon sok mindent nem tehetünk, ha van hőszigetelés. Ha nincs hőszigetelés, akkor egy olyan vakolatot használjunk, ami lélegzőképes, vagy netán szárító jellegű vakolat, és olyan festéket, szilikátfestéket, vagy mészfestéket, ami kifelé engedi a párát, a falba lévő nedvességet kijutni. Ugyanez igaz a belső vakolatra, is jellemzően ez szokott működni, hogy egy olyan belső vakuló anyagot válaszunk, ami lehetővé teszi a lélegzését a nedves falszerkezetnek. Tehát szintén vagy egy felújító vakolatot, aminek van szárító és kipárologtató képessége, vagy netán még arra is gondolunk, hogy a só megkötésre is gondoljunk, hiszen az a nedvesség sok kihordásra jár, és jellemzően a sók okoznak károkat a vakolatban. Tehát figyeljünk egy olyan, arra, hogy olyan vakolatot válaszunk, ami mindezt tudja. És a rákerülő festék vagy bevonat sem lehet műanyag festék, mert az is gátolná a nedvesség kijutását. Tehát ez is egy képes festék lehet csupán. Ez vagy szilikátfesték, vagy mészfesték, vagy egy direkt olyan festék, ami lélegző képesnek van nevezve, gyárilag, amiről van is erről papírja. Tehát lényegében akkor tudjuk megoldani a falak száradását legalább befelé, mert az is elég lehet ha esetleg kívül nem tudjuk a műanyag habok miatt, de legalább befelé engedjük száradni, esetleg fűtés, költség, növekedésre is számíthatunk, hiszen itt jobban kell fűteni, jobban kell szárítani ezt a belső levegőt, vagy ha sokat szellőztetünk, akkor szintén annak a meleg pótlását is többletfűtéssel tudjuk megoldani, és mindezt legalább egy-két évig. Tehát ha nem teszünk ilyen intézkedéseket a száradásra vonatkozóan, akkor még simán egy-két évig a korábbi nedvesedés okozhat károkat a belső térben. Ez akkor lehet probléma, amikor csináltunk egy jó felújítást, ami ráadásul még költséges is volt, és utána csodálkozunk, ha a vakolat tönkre megy, sókiülésekkel, sókivirágzásokkal, repedésekkel, külső oldalon a fagykárokkal, belső a penészsel. Tehát egy-két évig ez teljesen normális az esetben, ha ha elfelejtettük a szárítást, a lélegzést megoldani, lélegző vakulatokkal és festékekkel, mind kívül, mind belül, de legalább belül, ahogy már többször említettem. Tehát figyeljünk arra, hogy egy utólagos falszigetelés nem csupán a szigetelésből áll, hanem a falszárítás létrehozásából is, vagy lehetővé tételéből is. Persze ezeket a jelenséget lehet gyorsítani falszállító gépek alkalmazásával, mikor be kell telepíteni a beltérbe ilyen eszközöket, és az összeszedi a falban lévő nedvesség nagy részét, jelentős részét, tehát ez az egy-két év lecsökken egy-két hónapra, de minden esetre foglalkozzunk ezzel a szárítás kérdéskörével is, utólagos falszigetelések esetén.